Oszlassa fel magát az országos roma önkormányzat, ezt követeli a Jobbik, miután kiderült, korrupció gyanújával letartóztatták a szervezet elnökét. Az ügyészség szerint Agócs János 30 millió forintért árult a saját pozícióját. Vendégünk Varga Ferenc. A Jobbik képviselője, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Ön azt mondja, hogy oszlassa fel magát az országos roma önkormányzat, nem szalad ezzel előre egy kicsit? Tehát miért kellene ön szerint az egész ORNEK feloszlatnia magát? Azt gondolom, hogy nem. Ahhoz viszont, hogy lássák azt, hogy ezt miért mondom, tisztázni kell egy dolgot. Akkor, amikor az országos roma önkormányzat a mögöttünk lévő választáson nem állított nemzetiségi listát, akkor ugye ezáltal nem lett Magyarország legnagyobb kisebbségének szószólója. Tehát nincs olyan ember a parlamentben, rajtam kívül, aki a nemzetiségi önkormányzati rendszerből jött, tudtam ma. Én 8 évet dolgoztam egy helyi cigány önkormányzat vezetőjeként. Tehát tökéletesen látom, hogy ennek a rendszernek mik a hibái. És akkor, amikor jött a hír, hogy Agócs János letartóztatták, akkor én ezen nem lepődtem meg. És nem azért, mert személy szerint tudom, hogy ő egy rossz ember, hanem tudom, hogy az egész rendszert áthatja a korrupció. Most történt egy letartóztatás egy hónapra, ez az ítélet nem jogerős, Agócs János tagadja vádakat, nincs ítélet, tehát tulajdonképpen semmi sincs még, az ártatlanság véleme mindenkit megillet, őt is. Ez így van. Ön meg azt mondja, hogy miatta az egész önkormányzat oszlassa fel magát. Nem feltétlenül miatta. Uh-huh. Hát gondoljon bele, hogy amikor én idejöttem Szegváról éppen az ATV stúdiójába, akkor igyekeztem minél több információt begyűjteni, és a FIROSZ nevű cigány szervezet oldalára tévedtem, akinek az elnöke egyébként az ÖRO alelnöke élő adásban elmondta, hogy mik voltak ennek a letartóztatásnak a részletei, hiszen ő vett benne részt, ő volt az, aki tulajdonképpen a hatóságokkal együttműködve lebuktatta az elnököt, és úgy hirdet az a mostani alelnök megtisztulást és új roma politikát, hogy közben elmondja Facebookon élő adásban azt, hogy mind a FIROSZ-ban, mind a Lungodromban ott ülnek azok az emberek, akik 1 millió vagy 500 ezer forintért oda szavaznak, ahova azt a megbízóik mondják nekik. Na ezért mondom én azt, hogy oszlassák fel magukat, mert mióta ez a testület a jelenlegi formájában működik, sőt egyébként Farkas Flórián alatt is ugye hasonló problémákkal néztünk szembe, bár abban az esetben még gyakorlatilag nyomozás sincs, Farkas Flóriánt még gyanúsítottként sem hallgatták ki. Azóta a roma közélet teljes mértékben romokban van. Azt mondja, hogy tájékozódott erről az ügyről, és hogy nem jó ember Agócs János. Ugye itt az én a, azt mondtam, az a gyanú... hogy nem állítom azt, hogy rossz ember. Nem állít, akkor félreértettem, hogy keresett meg több, azzal keresett meg több kisebbségi önkormányzati képviselőt, hogy 30 millió forint ellenében ugye átadja részükre az elnöki tisztségét. Erről tudnak valamit önök bővebben, amit esetleg megosztottak a rendőrséggel, csak még a nyilvánossággal, nem kik voltak ezek, vagy kiknek ajánlhatta ezt fel? Tehát, nem hallott senkitől esetleg, nem, de hogy kiket keresett meg. Lennének is erről információim, a nyomozás része ennek az egész dolognak, azt gondolom, hogy a rendőrségre tartozik. Én inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ismét történt az országban egy olyan dolog az országos roma önkormányzatban az elmúlt időszak sorozatos balhéi után, ami ismét megbélyegzi a magyar cigányságot. És ismét azt fogjuk hallani, hogy a romákra nem szabad pénzbízni, mert korruptak, és sorolhatnám azokat a negatív jelzőket, amivel illetnek minket. Akkor mi ennek az oka ön szerint? És akkor maradjunk is itt vissza, térjünk a roma képviselethez. A rendszerváltás óta nem sikerült a romák képviselete. Botrányok övezték mindig is az egész működését, akkor mi ennek az oka? A rendszer legalján dolgozva tökéletesen el tudom mondani, hogy mi ennek az oka. Egy helyi nemzetiségi önkormányzat a meglévő forrásait tudja használni jó és rossz dolgokra. Tudja használni arra, hogy adjon az adott településén ösztöndíjat a hátrányos helyzetű tanulóknak, és tudja használni arra, hogy egyébben egyszer folyzon egy bográs pörköltet, és ismét azt látja a többségi társadalom, hogy táncolunk és mulatunk. Na de hogyha az utómit választja, a rossz utat választja, akkor persze, hogy azt látja. De azt is látni kell a rendszerben, hogy nagyon sokunk, úgy van felépítve a rendszer, hogyha, elmondom egy példán keresztül, ha egy polgármester bekerül a polgármesteri székébe és településvezető lesz, akkor ő tud támaszkodni a helyi önkormányzat gazdálkodási osztályára, jogi osztályvezetőjére és jegyzőjére.
Mi, ha bekerülünk a nemzetiségi önkormányzati székbe gyakorlatilag az utcáról, akkor a mi működésünk ezeknek az embereknek a jó indulatára van bízva. És egy jól működő nemzetiségi önkormányzat komoly terhet tud róni az egyébként is kivéreztetett önkormányzatoknak a hivatalára. Tehát gyakorlatilag a rendszer rossz. Ezért én egyébként a parlamentben már felszólaltam, és tettem is egy javaslatot, hogy azok a települési önkormányzatok, ahol nemzetiségi önkormányzat működik, ami egyébként az összes többi nemzetiséget érinti, nem csak a romát, az kapjon plusz forrást, motiváljuk őket, hogy legyen végre pörkölt helyett ösztöndíj, és tudjunk hozzárakni a felzárkóztatáshoz. És ami még a rendszerben rendkívül furcsa és rendkívül rossz, hogy ma az országban több mint 1200 roma nemzetiségi önkormányzat van. Ebben a nemzetiségi rendszerben nincs független indulásra lehetőség. Ez azt jelenti, hogy aki el akar indulni a nemzetiségi érdekképviseletben, annak kell valamilyen jelölőszervezetet választania. És nincs ma az országban egy olyan jelölőszervezet, aki nem csak azért adja oda az ő megbízását, hogy felhajtsa a szavazatokat, és ők beüljenek az országos roma önkormányzatba, vagy esetleg kiszolgálják a nagypolitika valamelyik oldalát. Erre mondja azt, hogy mert azt olvasom öntől, hogy új alapokra kell helyezni a helyi, megye és országos roma politikát, és az orő egyébként meg teljesen alkalmatlan a cigányság érdekképviseletének ellátására. Akkor hogyan kellene? Tisztességes emberekkel kell feltölteni a rendszert. Ez az első lépés, és ezt a következő helyhatósági választásokon tudjuk megtenni. Én mielőtt országgyűlési képviselő lettem, már előtte is az volt a célom, hogy létrehozzak végre egy olyan új szervezetet, akinek egyébként nem csak most a mostani balhé miatt, hanem már évekkel ezelőtt is nagyon-nagyon nagy jelentősége és hitelessége lett volna ebben a rendszerben. De milyen szervezetre gondol? Pontosan ezért a holnapi nap folyamán fogjuk megalakítani a Becsülettel a Cigányságért Egyesületet, aki megpróbálja majd új alapokra helyezni a roma politikát, és nem fogjuk elengedni azoknak az önkormányzatoknak a kezét, akik bízni fognak majd bennünk a választásokon. Most ez az, már nagyon kevés időnk van, de ez az egyesület azért érdekelne, ez a Jobbikon belül fog működni, vagy... Én a Jobbik frakciójában politizálok, én nem vagyok a pártnak a tagja. Ugyanakkor ez a szervezet egy teljesen különálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület lesz. Tehát a szervezet politikáját a szervezet elnöksége fogja eldönteni. Hány tagjuk van már? Ugye holnap alakulnak, mit tud rólam? Jelenleg úgy néz ki, hogy 13-14 megyével fogunk megalakulni, és a következő időszakban pedig járni fogom a településeket, be fogom mutatni Magyarország leszakadott embereinek, vagy leszakadott térségéből származó embereinek a problémáit, és mellette folyamatosan építeni fogom ezt a szervezetet, hogy végre valóban megtisztulást hozhassunk a roma politikába, és új arcokkal töltsük fel ezt a rendszert. Mert ha valaki szétnéz az országos roma önkormányzatba, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag több ciklus óta ott ülő emberek végzik a munkájukat, ami a cigányság lejáratása ma jelenleg. Az egyesület az alakulhat később politikai szervezetté, vagy van ilyen terve? Nincs rá szükség. Jelenlegi jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy elegendő, hogyha az alapszabályban benne van az, hogy nemzetiségi érdekképviseletet lát el. Varga Ferencnek köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm, hogy itt láttam.